minden édesanyát. Kívánom önöknek, kívánom nektek, hogy legyen nagyon szép hétvégétek, mai napon, holnapi napon, legyetek sokat gyermekeitekkel, és éljetek sokáig nagy-nagy boldogságban. És köszöntöm körünkben 12. kerület országgyűlési képviselőjét, Gulyás Gergelyt, akinek ezúton átadhatnám a szót. Mindenki egyetért ma abban, a tudomány álláspontja egységes abban, hogy az első néhány év mindenkinek az életét meghatározza, és tudjuk, hogy ezt senki olyan mértékben nem tudja befolyásolni, mint ahogyan az édesanyák teszik. Ráadásul ezt követően is tudjuk, hogy ha valakire mindig számíthatunk, akkor az édesanyánk, és ennek az egy napon történő kiemelt megköszönések, a köszönetkívánítás napja az egy személyes ünnep, ezért is jó és formabontó az, hogy mégis családok együtt ünnepeljék az anyák napját. Családos a klubjának életében kiemelt jelentőségű az anyák napja, úgyhogy hagyományosan minden évben megemlékezünk erről a napról. Idén egy különleges eseménnyel készültünk, itt a 12. kerületi önkormányzat segítségével a MOM Kulturális Központban egy egész délelőttös családi napra hívjuk az édesanyákat, gyermekeiket, családjaikkal együtt. A ringatóval közösen összefogva különböző színpadi programokkal, előadásokkal, énekdalokkal várjuk a családokat. Kiegészítő programok is lesznek, úgyhogy azt gondolom, hogy minden, a család minden tagja megtalálja a neki tetsző programelemet. A Ficsaknak az idei év fő célkitűzése a vidéki terjeszkedés. Most jelenleg elsősorban ugye országos szervezetként itt Budapesten szervezünk programokat, viszont szeretnénk a jövőben, hogyha lennének tagszervezeteink vidéki nagyvárosokban, településeken, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan fognak majd hozzánk csatlakozni, és egyre több és több vidéki városban lesz jelen a Ficsak. Egy másik nagy projektünk most, amiben benne vagyunk, ez egy Európai Uniós EFOP-os projekt, Nők a családban és a munkahelyen ez a címe. 71 helyen nyílnak család- és karrierpontok az országban, és ebből 11 helyen a Fiatal Családosok Klubja is jelen van konzorciumi partnerként. Vidéki városokban dolgozunk azon, hogy elősegítsük a fiatal nők szülés utáni munkaerőpiacra való visszatérését, hogy minél inkább össze tudják egyeztetni a karrierjüket a családdal.